A Gurula város 500 résztvevőjének megérkezésével vette kezdetét az idei Sziget közpiknik a Vártónál péntekkor este. Igazi street food ételek, koncertek és gyönyörű környezet várta azokat, akik kilátogattak a harmadik Sziget közpiknikre a hétvégén. A rendezvényt először 2019-ben szervezte meg a Flash Nonprofit Kft., azóta pedig minden év júliusában, három napon keresztül a gasztronómia kerül főszerepbe Mosonmagyaróváron. Elég színes idén a kavalkád, mert az autentikus amerikai barbecue-n keresztül a grillezett malac szendvicsen át egészen a háziasabb ételekig, sőt még balkáni vonalon is mozgunk. Desszertvonalon pedig a kézműves fagylaltól egészen a helyben sütött gofrig mindent is kínálunk a vendégeknek. Az idei évben összesen 15 kocsi érkezett a Vártóhoz, hogy különböző ételeket, italokat és desszerteket kínáljanak a látogatóknak. Igyekszünk a minőségre törekedni, illetve egész pontosan van egy központi műhely, ahol készülnek a fagylaltok pont azért, hogy minden üzletbe egységes minőség kerüljön, és nagyon fontos az az alapanyag, amiben nyilván nagyon sok esetben próbáljuk a magyarországi termelőket, illetve a magyar alapanyagot, ahol nem lehet ezt megoldani, akkor külföldről szerezzük be, például a pisztácia esetén nem azért szicíliai, mert kitaláltuk, hanem Brontéból hozatjuk hozzá az alapanyagot. Vannak alkoholos, alkoholmentes koktélok, a kicsiknek és nagyoknak egyaránt, mindenkit ki tudunk szolgálni vele, bízok benne, hogy ízlik is mindenkinek. Eddig jók a tapasztalatok, jók a visszajelzések, úgyhogy hát röviden így ennyi, meg talán még a burgeres anya, hogy még az a másik vonal. Egy jó kis balkáni ízvilágos plejska, csevapos burger, illetve sültes tál. Az ételek mellett a kulturális programokról a Flash Nonprofit Kft. Munkatársai gondoskodtak. A három nap folyamán különböző koncertekkel, gyermekprogramokkal, esténként pedig mozival várták az érdeklődőket. A Food Track Show pedig a jövőben is várja a gasztronómia szerelmeseit az ország számos pontján. A következő időszakban ugye a Paloznoki Jazz Picnic-en leszünk jelen, ott ugye nem teljesen Food Track Show-ként, hanem ott egy ilyen stratégiai együttműködésünk van a rendezvénnyel. Idén, ha minden jól megy, akkor ugye a Budapest Autómentes Napon is jelen leszünk még Egerben, ha minden jól megy és sikerül összehozni. Ott egy picit tologattuk a dátumokat, ugye így, ahogy éppen lehetett nyitni, akkor ott mentek a történetek, illetve még tervezünk egy keszthelyi Food Track Show-t. Bár az idő nem kedvezett a hétvégén a szabadtéri rendezvényeknek, ennek ellenére sokan kilátogattak a Vártóhoz. A két éve útjára indított program pedig már bebizonyította, hogy van létjogosultsága Mosonmagyaróváron, jövőre pedig ismét várják majd a Food Track Show autóit és az érdeklődőket a Vártóhoz júliusban.